Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Papa Dimitriu Atina több mint 10 éve találkozott ezzel a könyvvel, és már akkor úgy gondolta, hogy lesz még dolga vele. Később Perjés János, a Spirit Színház igazgatója kérte fel, hogy csináljanak előadást a könyvből, és nagy örömmel mondott igent. Kutik Rezsővel válogattak hozzá zenéket, így született meg a produkció. Közösen kiollóztuk azokat a Müller Péter gondolatokat, amiket beleraktunk ebbe az előadásba, és beleraktuk egy olyan millióbe, hogy egy kvázi mi ketten készülünk egy fellépésre, és az én öltözőmben próbálunk, elkezdjük próbálni az estet, de közben mindig megzavar egy-egy gondolat, és akkor azt elmondom, van vetítés, tehát egy olyan kis izgalmas kis 60 perc. A szeretet a legnagyobb szavunk. Minden örömünk és gondunk mögött ez az egyetlen szó rejlik. Müller Péter könyvében szól a szerelemről, a barátságról, a női és a férfi sorsról, a párkapcsolatról és a magányról, a saját lelkünkkel való barátságról és az elmúlhatatlan égi szeretetről is. A művésznő úgy véli, ebben az érzelemmentes világban fontos, hogy feltámasszuk az érzést az emberekben. Benne van a génjeinkben a szeretet, de ma minden mást fontosabbnak érzünk. Szerinte sokan kezdenek rájönni, hogy nem ez a jövő. Papa Dimitriu Atina szeretné kimozdítani az embereket ebből a lelki siválságból, és ehhez tökéletes út a szeretet könyv. Meg nagyon mélyen átérzem ezeket a szövegeket nekem. Mondjuk csak megtanulni volt nehéz, mert nagyon gyorsan kellett volna. Ki volt már tűzve a dátum, és sok munkánk volt közben, és hát gyorsan kellett megtanulni. De átadni nem nagyon nehéz, mert én amikor a lemezt is csináltok, én csak olyat, nyilván ha én magam választom, akkor olyat csinálok, olyan gondolatokat, amiket én átérzek, és amiket át tudok adni. Tehát amiről én nekem sincs semmi fogalmam, azt ugye elmondom, és aztán azt kitérnek el, azt nem szeretem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem volt nehéz, és bizony minden egyes előadáson megvan az az egy pár vagy kettő, akik már az első gondolat után így összémennek, megfogják egymás kezét, ha a lány ráhajtja fejét a férfi, és akkor mindig megnyugszom, hogy igen, na erről van szó. A Bencsvilla jövő heti programja a zenebarátoknak szól. Az A Cappellárt együttes koncertjét hallhatják majd az érdeklődők. Azt követően márai estet láthat a közönség Horváth Réka és Horváth László Attila előadásában, és hamarosan Gáspár Tibor színművész is a Villa vendége lesz.